Sziasztok! Érthető módon nagyon sokan közületek azt kértétek, hogy készítsünk egy listát a világ legegészségesebb kutyafajtáiról. Sokat gondolkodtunk azon, hogyan tudnánk megfelelni ennek a kérésnek, hiszen ezzel a témával kapcsolatban nem árt tudni az alábbiakat. 1. Fajtától függetlenül egy kutya egészségügyi állapotát és élettartamát nagyban meghatározzák a tartási körülmények, például az egyik legelterjedtebb betegség a diszplázia sem feltétlenül öröklött betegség, sok esetben a rossz tartási körülmények például rossz táplálás miatt alakul ki. 2. Az általánosan elterjedt vélekedés szerint a keverék kutyák egészségesebbek, mint a fajtatiszták, ami szerintünk csak részben igaz, vagy részben sem. Ezzel kapcsolatban nézzétek meg egy korábbi videónkat, ahol egy állatorvos beszél a tapasztalatairól. 3. Általában igaz, hogy a kisebb testű kutyák hosszabb életűek, mint a nagy testűek, ez azonban nem jelenti, hogy feltétlenül egészségesebb életet élnének. 4. Általában igaz, hogy egy ősi múltú, hosszú természetes szelekción keresztül ment kutyafajta, amelyik nem vált divat kutyává, egészségesebb tudott maradni, mint a tömegtenyésztésbe bevont divatfajták. E sok szempont alapján igyekeztünk egy olyan listát összeállítani, amin azok a fajták szerepelnek, akikkel kapcsolatban a kinológusok között több-kevesebb konszenzus van a tekintetben, hogy méretükhöz képest hosszú élettartamúak és megfelelő tartási körülmények között várhatóan kevés betegség által érintettek. Ha kíváncsiak vagytok a sorozat többi részére is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és megnyomni a harangombot is, így mindig értesítéseket kaptok majd az új részekről, nyugodtan küldhettek javaslatokat is, kommentben írjátok meg, hogy milyen toplistákra lennétek még kíváncsiak. 10. A közép-ázsiai juhászkutya. A közép-ázsiai juhászkutya egy rendkívül nagy múltú, a közép-ázsiai pusztákról származó, hatalmas termetű pásztorkutya, amelyik szinte legtovább maradt érintetlen és vált ismerté széles körben. Megfelelő tartási körülmények esetén átlagon felüli egészséggel rendelkezik, és hosszú életű, sajnos mivel az utóbbi évtizedekben a piac a korábbinál nagyobb termetű egyedeket preferálja, az újabban megjelenő, hatalmas termetű egyedeknél megjelentek a mozgásszervi rendellenességek és többek között a diszplázia is. 9. A belga juhász, a Malinois. A Malinois a 4 belga juhász kutya egyike és legrégebben kitenyésztett változata, amit létrejötte óta elsősorban munkára használnak, és a tenyésztésük során mindig a munkaképesség volt az egyik legfontosabb, nem a küllem. Talán ennek is köszönhető, hogy a malinoákat elkerülik például a német juhászokra olyannyira jellemző betegségek, és élettartamuk is átlagon felüli, nem ritkák a 15 évet megélő példányok sem. További részleteket találtok velük kapcsolatban a csatornánkon megtalálható fajta bemutatóban. 8. A szibériai husky. Ez a szibériai csukcsi törzs által kitenyésztett, középtermetű, eredetileg elsősorban számúzásra kialakított és használt kutyafajta elképesztően robosztus egészséggel rendelkezik, és ráadásul méretéhez képest igen hosszú élettartamú, döntő zömük 13-14 évet is megél. Szinte nem léteznek a fajtára jellemző tipikus betegségek, és a látásukkal kapcsolatos problémák is inkább idős korukban jelennek meg. 7. A német pincser. Ez a középtermetű, temperamentumos német kutya, amelynek a leírások szerint komoly szerep jutott a dobermanok kitenyésztésében is, pontosan azért kerülhetett erre a listára, mert nem vált ismerté és túl népszerűvé, mint törpe méretű névrokona a törpe pincser. A fajtának gyakorlatilag nem létezik ismert és öröklött rájellemző betegsége, az állatorvosi látogatás, igen csak ritka ennél a fajtánál. Élettartamuk hosszú, akár 14-15 év is lehet. 6. Az agarak, köztük például a magyar agár. Habár a világ különböző agárfajtái között természetesen léteznek különbségek, de általánosságban elmondható velük kapcsolatban, hogy egy megfelelően tartott agár, például a magyar agár, általában kifejezetten egészséges, nem jellemzőek rájuk az öröklött betegségek.
Ha például a magyar agarakról beszélünk, szinte semmilyen jellemző betegség nem ismert körükben, és élettartamuk elérheti a 14-15 évet is. Ötös az ausztrál pásztorkutya. Ezt az ausztrál származású pásztorkutyát, ami soha nem a küllemével hódított, hanem elsősorban az intelligenciájával és a munkaképességével, a nemzetközi szakirodalom egy kiemelten jó egészségességű fajtának tartja, aminek két oka is lehet. Az egyik az, hogy kitenyésztésük során ausztrál vadkutyákat, a dingókat is felhasználtak, másrészt soha nem váltak divatkutyává. Szélesebb nagy közönség talán a Mad Max című filmből tudta meg egyáltalán, hogy léteznek. Négyes, a Beagle. Ez az Angliából származó, kistermetű kopófajta, annak ellenére maradt egészséges és hosszú életű, hogy nem kis népszerűségnek örvend elsősorban az angol száz világban. Élettartamuk hosszú, a megfelelően tartott Beagle-ök akár 15 évet is megélhetnek. Tartásuk kritikus pontja az, hogy a Beagle-ök rendkívül falángak és fokozottan hajlamosak az elhízásra. Az elhízott kutyák egészségügyi esélyei pedig drasztikusan romlanak, hasonlóan az emberekéhez. Hármas, a Puli és a Mudi. Ugyan semmelyik nemzetközi listán vagy összehasonlításban sem szerepelnek, de mi eddigi tapasztalataink alapján a harmadik helyre két magyar fajtát tennénk, a Pumit és a Mudit. Egyik fajtának sincs ismert tipikus betegsége, élettartamuk hosszú, és ez a szerencse vagy adottság részben annak köszönhető, ami egyben a tragédiájuk is. Annak, hogy alig ismertek és nem váltak divatkutyává. Nem árt ezt tudnunk erről a két kiváló és rendkívül intelligens fajtáról. Második, a Pitbull Terrier. Ezzel a rendkívül ellentmondásos, a kutyás társadalmat is mélyen megosztó fajtával kapcsolatban kétségkívül igaz, hogy átlagon felüli dinamizmusa és ereje mellett kiemelten egészséges fajtának számít, a jó vérvonalakból kikerülő pitbullokat általában elkerülik a betegségek. Mivel az utóbbi évtizedekben, részben a tiltások miatt, sok nem feltétlenül tiszta vérvonal és keverék került ki tenyészetekből és szaporítóktól, amit sok esetben pitbull terrierként árulnak, a fentiek ezekre nem vonatkoznak. És végül a lista első helyén a csehszlovák farkaskutya. Ez a relatíve újnak számító kutyafajta, amit az 1960-as években tenyésztettek ki Csehszlovákiában, európai szürkefarkasok és német juhászkutyák keresztezésével tökéletesen megőrizte a farkasi ősök egészséges génjeit. Körükben gyakorlatilag semmilyen kutyára egyébként jellemző betegség nem ismert, ráadásul élettartamuk is kiemelkedő, akár 16 évet is elérheti. Tartásuk mindazonáltal nem egyszerű, amiről részletes információkat a csatornánkon megtalálható fajtaismertetőből kaphattok. Az eddig beérkező kéréseitek alapján a következő részben a világ 10 legveszélyesebbnek tartott és a legtöbb országban tiltott kutyafajtájáról lesz majd szó. Ha érdekesnek találjátok a sorozatot, és szeretnétek látni a többi részt is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és megnyomni a haranggombot, így mindig értesítéseket kaptok majd az új részekről. Köszönjük szépen a figyelmeteket!